Az online ügyintézés a NAV-nál is gyorsabb és egyszerűbb megoldás az ügyfelek számára, mondta Adópercek című műsorunkban az adóhivatal Baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina hozzátette, hogy háromféleképpen zajlik az elektronikus ügyintézés. Az első, amikor az adózó és a hivatal elektronikusan, például e-mailben tartja a kapcsolatot, a második a telefonos kapcsolattartás az ügyintézővel, a harmadik pedig egy-egy informatikai alkalmazás használata. A gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus út, míg a magánszemélyek dönthetnek arról, melyik formát választják. Az egyik népszerű felület az ESZJA portál, ahol kitölthető az adóbevallás, jóváhagyható és módosítható a tervezet, de az 1+1%-ról is lehet rendelkezni. Az EBS felületen például bevallásokat lehet lekérdezni, a folyószámlaadatokat lehet megnézni, vagy a foglalkoztatotti, biztosítotti adatokat, illetve a vállalkozás adatait is meg lehet nézni. Az ONYA rendszerben, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban pedig a legegyszerűbben lehet bevallást elkészíteni, benyújtani, nyilatkozatokat is ezen a felületen meg lehet tenni, illetve szintén beadványokat lehet benyújtani. Az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram pedig egy általános segítség a bevallások kitöltésére és eljutatására a hivatalhoz. Emellett az értesítési tárhelyen szintén online formában vehetők át a NAV hivatalos iratai. Arra is van megoldás, ha az adózó olyan ügyben fordulna a hivatalhoz, amelyben nincs a NAV által kibocsátott formanyomtatvány. Erre a célra az e-papír szolgáltatása megfelelő mód, ezen a felületen beadványokat, kérelmeket lehet benyújtani kötetlen formában. Az ügyfelek ezekben a kérdéskörökben is kérhetnek segítséget a NAV munkatársaitól, telefonon, személyesen és online is.